Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Immár a második alkalom egy sorozatban. Biztos emlékeztek, akik itt voltatok, hogy nem kisebb kérdést tettünk föl. A Biblia ilyeneket állít, nem volt eső az özönvíz előtti földön. Körülbelül 900 ezer év közötti volt az átlag életkor. 3 méter, 54 méter közötti volt a testmagasság, és minden faj egyszerre jelen volt, nem egy törzsfejlődés útján jöttek létre a fajok. Legalábbis azt láttuk, hogy ezek a Biblia állításai, és azt vizsgáltuk meg, hogy vajon ezek a hihetetlen, vagy a mai tudomány téziseivel ellentmondani látszó állítások mennyire állják meg a helyüket. Azért tettük fel ezt a kérdést, mert mindenki számára alapvető fontosság, hogy a Biblia csak egy könyve a szent könyvek között, vagy pedig van benne valami plusz, amellyel semmi más könyv nem bír. És ha csak a teremtés történetet vizsgáljuk, láthattuk azt is, hogy bizony a tudományos felfedezések, a tudományos felismerések fényében ezek az elsőre hihetetlenek tűnő állítások teljesen megállják a helyüket. Láttuk azt, hogy az özönvíz előtti földnél más volt a légkör. Láttuk azt, hogy egy vízburok vette körül a földet, ami megóvta az élőlényeket a káros sugaraktól, és amikor egy ugyanilyen kamrát a NASA kutatói megépítettek, ahol szimulálták, utánozni próbálták ezt a légkört, akkor kiderült, hogy az abban a kamrában nevelkedő élőlények testmagassága 2-2,5-szer nagyobb, mint a nem a kamrában növekedőké. Az élethosszuk 2-3-szorosára nő, illetve hát érdekességében emlékeztek bizonyára, hogy a mérges kígyónak a mérge sem mérgező, hanem egy gyönyörű, szép, rendezett kémiai struktúrát vesz fel. Láttuk azt, hogy különféle leletek alapján ma már teljes bizonyossággal állítható, hogy a mamut vagy a dinoszaurusz az egy korban, kortásként élt az emberrel. Nem állja meg a helyét az, hogy évmilliárdoknak kellett eltelnie, amíg a különböző fejletlen élőlények után megjelent az ember. De a mai napon egy következő kérdést teszünk fel, úgy, hogy ígértem, vajon az özönvíz története maga megállja-e a helyét a tudomány mérlegén? Ugye, aki egy kicsit ismeri a Bibliát, majd mindjárt megnézzük közelebbről is, aki egy kicsit ismeri a Bibliát, tudja azt, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Isten kiválasztott egy családot, elmondta nekik, hogy építsenek egy bárkát, egy nagy hajót, ebbe a nagy hajóba bevándoroltak az állatok páronként, vagy 7 pár, attól függ, milyen fajról volt szó, és utána az egész föld felszínét ellepte a víz, úgyhogy semmilyen szárazföld nem látszott. Hosszú időn keresztül a víz uralkodott, romboló állapotok voltak, és ez a bárka megmaradt, aztán mindenki tudja, hogy az Ararát hegyén megfeneklett, és amikor elkezdett a víz csökkenni, akkor Noé elengedte a galambot, az visszajött, nem volt szárazföld, pontosan először a hollót, aztán a galambot, aztán megint a galambot, aki visszajött egy olajfával a csőrében, és végül pedig, amikor harmadszor engedtek, akkor nem tért vissza. Noé tudta, hogy most már lassan kimehetnek a szárazföldre. És újabb napok után ki is mentek a szárazföldre. Ez a történet, hogy is mondjam, gyermektörténet is lehetne, nem? Sok szülő el is mesélheti a gyerekének. Érdekes hallani, érdekes az állatokra gondolni, de vajon mennyire állja meg a helyét ez a történet a tudomány mérlegén? Vagyis az a kérdés, a Biblia csak egy erkölcsi tételeket tanító könyv, és ezért szimbolikus történeteket használ, hogy a jó elnyeri jutalmát, a rossz megbűnhődik, vagy minden, ami le van írva benne, az úgy történt, ahogy itt olvasható. De számomra a kérdés még tovább megy, ezt lehet, hogy nem mindenki tudja. Először, hogy meglássuk, milyen fontos a kérdés, lapozzunk Lukács evangéliumához, aki ismeri a Bibliát. Az én Bibliámban a 96. oldalon van, Lukács evangélium a 17. fejezete. Ez a kérdés, amit ma fogunk tanulmányozni, azt a kérdést teszi fel, Jézus hazug vagy nem hazug? Mert sokan, akik keresztények, azt gondolják, hogy persze attól, hogy évmilliárdok vannak, persze attól, hogy szimbolikus történetek vannak, Noé és a globális özönvíz,
Ettől még mindig az erkölcsi tanítás a lényeg. És Isten ettől még igaz. De ebben az újszövetségi történetben, ahol maga Jézus beszél, a keresztények is kérdés elé állítódnak. Vajon szó szerint kell venni a Biblia történeteit, vagy nem? Nézzük meg, hogy Jézus hogyan érti Noé történetét. 96. oldal Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasom ezt a néhány sort. Ugye a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy hogy lesz majd az utolsó napokban? Mi lesz a jele annak, amikor majd eljössz és átveszed a hatalmat, és akkor a béke és a boldogság országa jön el? Szerették volna tudni, hogy mi lesz annak a jele. És amikor Jézus elkezdett beszélni nekik erről, akkor itt mondta a következőt, 25. verstől olvasom, az ember fiának sokat kell szenvednie és megvettetnie nemzetségtől, amelyben élt abban a generációban, és itt folytatja tovább, és miként a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elveszejtett. Jézus úgy utal vissza Noé történetére, mint ami minden kétséget kizáró igaz történet. Azt mondja Jézus, ugyanúgy lesz az utolsó napokban, amikor ő eljön, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, házat építenek, tesznek, vesznek, és nem vesznek észre semmit. Nem veszik észre, hogy itt van a világ vége. Jézus azt mondja, amikor ő visszajön, akkor is világ vége lesz, mint ahogy a Noé napjaiban volt. És ahogy Noé bement a bárkába, és ott megmenekült, ugyanúgy mindenki más elpusztult. Tehát Jézus azt tanítja, hogy Noé nem csak bement a bárkába, hanem az akkor a földön élő teljes populáció, teljes népesség mindegy szálig elpusztult. Jézus nem szimbolikusan értelmezte ezt a történetet. Különben, aki a Bibliát jobban ismeri, azt tudják is, hogy nem is értelmezhette szimbolikusan, mert ő maga volt az az Isten, aki megmondta Noénak, hogy bárkát kell építeni. Jézus volt az a valaki, aki szólt Noénak, hogy a családjával menjen be a bárkába, és úgy majd túl fognak élni. Na de tekintsünk akkor a történetre. Próbáltam egy egyszerű ábrát készíteni, ami ezt a bibliai történetet 12 lépcsőben nagyon szépen összefoglalja. Nyissuk meg mindjárt a Mózes első könyve 6. fejezeténél a Bibliánkat. Ugye azt a logikát követjük, amit a múltkor is. Először megnézzük, hogy mi a Bibliának a tanítása a Noé napjaival kapcsolatos időszakról. Ugye meglepődtünk az előző alkalommal is, hogy a Biblia valóban óriásokról beszél, valóban ezer éves emberekről beszél, stb. Ott van szó szerint leírva. És most is mindenkit arra hívok, hogy a Bibliából térképezzük fel együtt, hogy mit mond a Biblia Noé történetéről. 6. fejezet 3. versét olvasom. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 év. Azt mondta Isten, ez a generáció, a korábbi szakaszban láttuk, hogy 8 generáció élt egymás mellett, ez a generáció olyan testi életet él, annyira a testi vágyai, a testi örömhajhász, az élvezethajhászás uralja őt, hogy úgy döntött Isten, 120 év múlva eltörli az emberiséget a föld színéről. Ne legyen örökké az én lelkem az emberben, hanem pusztán csak 120 évig. És lejjebb azt olvassuk, de mondta Noénak, veled kivételt teszek, te élhetsz. Tehát az első szakasz, Isten figyelmezteti Noét az özönvízre, és elmondja neki, hogy építsen bárkát, az 120 évvel korábban történt, mint maga az özönvíz. Biztos visszamegyeztek arra, hogy tanultuk az előző alkalommal, hogy nem is volt eső az özönvíz előtti időszakban. Amikor Noé elkezdte hirdetni azt a proféciát idegen, szóval azt a jövendőlést, emberek, vigyázzatok, mert ez a fajta testi élet, amit folytattok, ez a halálra visz, az örök halálra visz, és eljön az idő, 120 év van még hátra, és víz által Isten mindent elpusztít. Az emberek ezt hallatlanra vették, vagy nevetségesre vették. Ugyanúgy, mint ahogy ma. Ha ma valaki azt mondja az embereknek, emberek vigyázzatok, mert hamarosan, azért, mert amilyen bűnös életet él az emberiség,
amennyire a testi vágyakat hajszolják, amennyire az élvezeteket hajszolják. Isten azt mondta, hamarosan eljövök, és tűz által mindent elpusztítok. Akkor víz által, most pedig tűz által. 120 éven keresztül hirdette Noé ezt az evangéliumot. El tudjátok képzelni azt, hogy ezek az óriási emberek, 3,5-4 méter magas közötti emberek, a családtagok, illetve Noénak a feljebb valói is, ugye még egy generációban éltek, mind segítettek nekik. Azt gondolták, hogy ezek őrült emberek. Nincsen víz, soha nem esett az égből semmilyen csapadék. Szárazföld közepén vagyunk, és egy óriási építményt kezdenek építeni. Ez az ember, aki 500 éves, azt hirdeti, és az egész vagyonát, életét arra költi, hogy amit csinál, meg amit mond, azzal az embereket meg tudja menteni. Tehát 120 éven keresztül, azt mondja a Biblia, Noé 120 éven keresztül építette a bárkát. Aztán mi történt? 7. fejezet első verse. Mondta az Úr Noénak, menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet vígy be, hímet és nőstényét, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet és nőstényét. Ez is milyen érdekes, a következő parancsot adja Isten, bizonyos állatfajokból 7 párat kell bevinni a bárkába, bizonyos állatfajokból csak 1 párat kell bevinni a bárkába. Ez ugye, aki kicsikét gondolkozik, ugye mindenki tudja, hogy vannak a tiszta, a kóser ételek, meg a nem tiszta, a nem kóser ételek, de hát fura ezt olvasni itt, Mózes első könyvében, még zsidók sehol nincsenek. Nem érdekes ez? Ugye mindenki arra gondol, hogy csak a zsidók esznek kóser ételeket. De hogy lehet az, hogy amikor még Ábrahám sehol nincs, ugye Ábrahám az ősatja a zsidóknak, Ábrahám még sehol nincs, és már itt azt mondja Isten, a tisztálatokból bevihetsz hetet, amit meg lehet enni, a nem tisztákból meg csak 1 párat. Innen látszik, az csak egy zárójeles megjegyzés, nem a témánkhoz tartozik szorosan, hogy az Édentől kezdve, az Édenből való kijöveteltől kezdve Isten elmondta az embernek, hogy mit szabad enni és mit nem szabad enni, hogyha egészséges akar lenni. És aztán később Ábrámnak megismételte. És aztán később a zsidó népnek megismételte Mózesen keresztül. Ugyanaz, Isten sohasem változik. Ugyanazt hirdette kezdettől fogva. Tiszta állatok, tisztátalan állatok. És hát biztos tudjátok, hogy nagyon sokan, én magam is követtem ezt, tisztákat eszek és tisztátalan nem eszek. Mert próbálok egészségesen élni. Ezt javaslom különben mindenkinek. Minden tiszta baromból hetet vigy be, hímet és nőstényét, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet és nőstényét. Akinek majd lesz ideje otthon, az olvass el, hogy végül is hogy történt az állatuk bevitele. Mert valaki így maga elé képzeli Noét, meg a családját, ugye 4 férfi és 4 nő, és ott hajkurázták a különböző állatokat, hogy mindegyikbe be tudjanak vinni 1 párat, meg 7 párat. De nem így történt, otthon majd elolvashatjátok, Isten maga rendelkezett úgy, hogy az állatok, amiket Isten választott ki, induljanak a bárkába. El lehet képzelni azt a megrökönyödést, azt az óriási meglepődést, amikor az akkori tudósok, géniuszok, ugye emlékeztek rá, hogy 4-szeres volt az agytérfogató, mint a miénk, köbösen több, nem kellett írniuk semmit, fotografikus memóriájuk volt, egyszer elmondtak valamit a másiknak, és a másik megjegyezte, 8 nemzedék ült egymás mellett, és tudtak, mindent tudtak, nem kellett nekik leírni semmit, ott volt minden a fejükben. Emlékeztek, hogy amikor valaki még csak 500 éves volt, mondta, jó van öcsi, akkor most már lehet egy gyereked. Emlékeztek erre? Ilyen emberek mondták azt, hogy soha nem lesz özönvíz, soha nem lesz eső. Amit csak tudunk, amit az intelligenciánk mond, amit felismertünk a világból, az mind bizonyítja, hogy soha nem lesz eső. És egyszer csak azt látják, hogy elindulnak az állatok befelé a bárkába. Hát ez az a szívet megragadó félelem, amit akkor éreztek. Akkor egyből mentek már Noéhoz, hogy is van ez a történet? Én szeretném, kedves hallgatóság, kedves fiatalok, azt, hogy nehogy véletlenül közöttünk legyen olyan, aki ugyanígy, ilyen félelemmel fog meglepődni, mint a néhány ezer évvel ezelőtt élő embertársaink. Amikor látják azt, hogy Jézus valóban visszajön az égben, és valóban a halottakat feltámasztja, és az élőket, akik akkor igazak, elváltoztatva magával viszi.
micsoda félelem lesz az emberek szívébe, amikor beigazolódik az, hogy amit a Biblia mond, nem csak akkor igaz, ami a múltról szól, hanem igaz a jövőre nézve is. Ez a legnagyszerűbb könyv, ami csak létezik. Ebben megtudom a saját jövőmet, az emberiség jövőjét, és ebből a könyvből megtudom azt, hogy örökké hogyan tudnék élni. Noé és családja megkapta ezt a lehetőséget, hogy nem kell elpusztulniuk. És nyilván Noé családjából többen az özönvíz eljövetele előtt elaludtak, meghaltak, nem kellett nekik az özönvizet megélni, és ők is majd feltámadnak. Tehát mentek az állatok a bárkába, egy pár vagy hét pár, és az emberek nagyon megijedtek. Hogy folytatódik tovább a történet? Miután Noé és családja bement a bárkába, azután úgy olvassuk a Bibliában, majd a méreteket látni fogjátok, még ez a 4 méteres ember sem tudta becsukni a bárka ajtaját. Milyen volt az, mondták a tudósok, amit építesz, annak olyan nehéz a súlya, a tömege annak az ajtónak, hogy lehetetlen bezárni. Hát ez az ajtó? Hogy fogsz majd akkor, ha még jönne is a víz, mit fogsz csinálni? Azt mondta Noé, az Úr azt mondta, ilyet építsek. Nem tudom, hogy fog történni. Nem tudom, mi lesz a megoldás, de az Isten mondta. Azt mondta az Isten Ádámnak meg Évának, ne egyetek a fáról. És Éva evett, aztán Ádám oda ment hozzá, Éva elmondta neki, hogy mi a helyzet, ez a kedvenc történetben egyike. Elmondta, hogy mi a helyzet, és akkor azt mondta Ádám magának, én nem tudom, hogy hogyan lehetnék én boldog, de egy megoldás van csak. Az Úr azt mondta, hogy ne egyek a fa a gyümölcséről, de most enni fogok, mert ezt a nőt nem tudom elhagyni, nem tudok róla lemondani. Ha valaha a nő vágyott arra, hogy egy férfi szeresse teljes mértékben, akkor Ádám a mintaképe minden férfinek. És Ádám úgy döntött, hogy ő nem bízott Istenben, inkább eszik a gyümölcsből. Ez volt a rossz megoldás. Noé azt mondta, nem tudom, hogy hogyan lesz a túlélés, nem tudom, hogy Isten mit gondolt el, egyet tudok. Azt mondta, építs egy ilyen méretű, hatalmas bárkát, hatalmas ajtóval, amit emberben nem tud csukni. És miután beszálltak, ezután az Úr odament és bezárta az ajtót. Második jel, képzeljétek, hogy a többedik jel volt már, és az emberek, akik kívül maradtak, látták, hogy ők már nem tudnak beszállni. Itt most már nagy gondok lesznek. És akkor, ahogy a történetet olvassuk, 7 napig nem volt eső. Az első nap még féltek, hogy most már azért lassan jönni fog a víz, és elpusztulnak. Mondjátok el, eltelt egy este, eltelt még egy este. Hogy könnyebbültek meg? Na, ez a vén bolond. Na, az ember ilyen. Hiába látja, hogy csoda történik az életében, hiába látja, hogy Noé után becsukta az ajtót az Isten. Pár nap után mégiscsak leszáll a lelkéről. Ez persze pszichológiai törvényszerűség. Az ember nem tudja hordani magával napokon, hónapokon, éveken keresztül a terhet. Elnyomja, elfelejti, vagy pedig ellentétbe fordítja. Így tettek a kortársak is. És akkor 7 nap után elkezdett esni az eső. 40 napon át esett, de nem csak, hogy 40 napon át esett, olvassuk el, mit ír a Biblia, mert nem csak ugye az egek felett való vizek hullottak le, amiről beszéltünk, mint vízbúra, hanem azt olvassuk itt a Bibliában, 7. fejezet 11. vers, Noé életének 600. esztendejében, a 2. hónapban, e hónap 17. napján, felfakadtak ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyíltak. Mit mondta a Biblia? Nem arról van szó, hogy esik az eső, hogy az ég felett lévő vizek leszakadnak, hanem azt mondja, föntről leszakadnak a vizek, és majd látni fogjuk az előadás 2. felében, és a föld kérgében alul lévő vizek is óriási erővel felrobbannak. Ott az a héber szó, ez, hogy kitör, felrobban egész a felső légköri, majd látni fogjuk, óriási víztömeg, óriási pusztító erővel. Nem kell nagyon messze menni, amikor csak idézőjel egy ilyen cunamit megindul, akkor az milyen pusztítás végez. Gondoljátok el, amikor a földnek az összes forrása, az összes föld tartalékban lévő víz erőszakosan előtört, akkor mi történt? Következő lépés, 150 napon keresztül, a 40 nap eltelt után, 150 napig a víz uralkodott. Semmiféle száraz föld nem volt látható. Fel lehet tenni a kérdést, vajon az a bárka, amit Noé épített, egy ilyen
tengeri, óceáni katasztrófának mennyire tud majd ellenállni. Ezt a kérdést is majd felteszünk, de a történet maga az, 150 napon keresztül a háborgó tengeren van a bárka benne a rakománnyal, az állatokkal és a családdal. Apadni kezd a víz, egy újabb 150 napos egység kezdődik, és lassan meglátszanak a hegy csúcsai, de előtte még megreked a bárka az Araratnak a hegyén. Elteli bizonyos idő, kiválasztja a hollót, Noé elküldi, hogy nézzen körül meg, hogy vajon van-e már szárazföld. A holló visszajön, nincs szárazföld, úgyhogy még várakozni kell. Eltelik 7 nap, ahogy mondtam, elküldi a galambot, a galamb kimegy, a Biblia egészen pontosan írja, utána pedig kinyújtotta Noé a kezét, és a galamb visszaszállt a kezére. Megint eltelik 7 nap, megint elküldi a galambot, és a galamb visszajön ugye az olajággal, máig is a békének a szimbóluma. És újabb 7 nap múlva megint elküldi a galambot, akkor már nem tér vissza. De Noé, milyen érdekes, nem jön ki a bárkából. Miért nem jön ki a bárkából? Pedig látja, hogy már száraz a föld. Azért nem jön ki a bárkából, mert Isten nem mondta, hogy jöjjön ki. Látja ezt az engedelmességet? Ott van a teljesen természetes emberi válasz. Száraz minden, a galamb már nincs velünk, ki lehet jönni a bárkából. De vajon ezt akarja az Isten, hogy kijöjjek? És újabb 7 nap telik el, és mondja Isten, most már gyere ki, te is, meg az állatok is. És Noé kijön, és az első dolga az, hogy hála áldozatot mutasson be Istennek. Én szeretném, hogyha az én életemben is, és a ti életetekben is ez lenne a mintázat. Mindig keressétek, hogy mit mond Isten. Mert az ember nagyon könnyen a saját útjára lép. Azt látja, hogy emberi elgondolással ez a legjobb, amit kell tenni. És aztán megteszi, aztán rádöbben, hogy rossz útra lépett. Mindig próbáljátok megtalálni, mi az Istennek az akarata, a szándéka. És amikor azt megtaláljátok, és azt megteszitek, utána adjatok hálát neki, hogy milyen jó, hogy foglalkozik és vezet engem. Ezt tette Noé is. Amint tehát látjátok, 120 év, utána pedig 370 nap. Ugye a Bibliában az éveket a hold év alapján, hold hónapok alapján számolták az ősök, tehát minden hónap 30 napos volt, és 12 hónap volt 360 nap, tehát több mint egy évig tartott az özönvíz. Akkor most foglalkozzunk azzal, hogy nézzünk a mélyére ennek a bibliai történetnek. Először is nézzük meg, hogy milyen méretű volt Noé bárkája. Úgy olvasuk, hogy 300 sing, de ezzel már találkoztunk a múltkor is, amikor az óriásnak az ágyáról volt szó. Emlékeztek, hogy ő az IKEA-ban nem egy 200 centissel 80 centis matracot kéne, hogy vásároljon, hanem 400 centiszer 160 centis matracot a könyök alapján. Ugye itt becsülni lehet a dolgokat, mert egyrészt tudjuk, hogy Mózes, aki leírta a teremtés történetét, ő Egyiptomban nevelkedett, tehát lehet, hogy az egyiptomi könyököt használta, de lehet, hogy a héber könyököt. Mindegy, mind a kettő egész pontos számítást ad, hogyha a héber könyököt használta, akkor a 300 sing, vagy a 300 könyök a 133,35 méter a hosszúság, 22 méter szélesség és 13,3 méter a magassága a bárkának. Hogyha pedig az egyiptomi könyöket használt, akkor 157x26x15. Abba bele sem merek gondolni, mi van akkor, hogyha az ikletet ige Noé könyökét használta. Akkor szorozzatok be kettővel nyugodtan az egészet. Szóval óriási méretű volt ez a bárka. Ha valaki arra gondol gyerekkorában, mint a rajzfilmekben, hogy van egy kis hajócska, abban van két zsiráfnyak, meg egy elefánt, és ezzel megtelt az egész. Nem ez a Noé bárkája. Nem ez a Noé bárkája. Egy nemzedéken 120 éven keresztül valaki teljes erőbedobással építi valakik. Gondoljátok el, hogy az micsoda alkotás lehetett. Hát a piramisok sem épültek olyan sokáig. Aztán Kaliforniában, az egyik tengerészeti kutatóintézetben ennek a modelljét megcsináltak. Ugye, amint láttátok, 300x50x30 könyök az arány, 30 aránylik az 5-höz a 3-hoz. Ha ezt
a méretarányú bárkát, ugye a bárka az a szó szerint, az ark ugye angolul, a bárka nem egy hajót kell elképzelnetek, hanem egy ilyen dobozhoz hasonló, ládához hasonló szögletes építményt, aminek 30 az 5-höz, a 3-hoz az arányai. Na most, amikor ezt beteszik egy ilyen óceánológiai kutatóintézetben, ahol szimulálják azt, hogy milyen a legborzasztóbb tengeri viszonyok vannak, és abban hogyan viselkedik ez a geometriai térbeli test, és nézik azt, hogy mennyire optimális. Hogyha ezzel az építménnyel, ezzel a hajóval utazni kellett volna A pontból a B pontba, akkor nem lenne jó. Akkor nem lenne jó, mert nem túl könnyű vele közlekedni. De nem ez volt a célja Istennek, a célja az volt Istennek, hogy megőrizze azt, akik benne vannak. Nem kell, sem motorja nem volt, se vezője nem volt, semmi nem volt, mert csak egyszerűen csak úszni kellett a vizen. Ezzel a megszorítással nézve, tehát amikor nem az a cél, hogy közlekedjen, akkor ennél pontosabb, ennél ellenállóbb térbeli alakzat nincsen. Azt találták, hogy akár 85 és 90 fok közötti kilengésnél is, gondoljátok el, visszatér az eredeti állapotában, nem borul föl. Ez fantasztikus, nem? Ez fantasztikus. Hát nyilván fantasztikus, mert Isten mondta, úgyhogy már csak tudja, hogy hogyan kell ilyet építeni. Tehát egyrészt, hogyha ez csak egy ilyen, hogy is mondjam, mesetörténet lenne, akkor legalábbis nagy képzelőerő kéne ahhoz, hogy ugye már a Septuaginta, a görög fordítása ennek az Ószövetségnek időszámításunk előtt 200-ban már megvolt bőven, hiszen megtalálták a holtengeri tekercsek között is. Tehát, hogy akkor ez már megíródott, amikor még semmit nem tudtak arról, hogy hogyan kell hajókat tervezni. De mégis úgy tűnik, hogy már az özönvíz előtti világban is tökéletes tudással rendelkeztek, főleg Isten instrukció alapján arról, hogy mi a legmegbízhatóbb építmény. Nézzük tovább, kézzel foghatóvá tenni ennek az építménynek a méretei. Ez olyan nagy, hogy körülbelül 570 vasúti kocsi belefér. El tudjátok ezt képzelni? Állt már valaki sorompó előtt? Úgy, amikor gyerek voltam, mi is álltunk Rákosszentmihályon, és ott álltunk, és jött a vonat, és számoltuk, hogy hány vagont húz. Biztos, aki gyerek volt, volt ilyen élménye. És mondjuk mondani, hogy nem tudom, 32-35 ilyen rekordok. Most gondoljátok el, meddig kellett volna ott állnunk a sorompónál, amíg az 569 szerelvény, vagon hosszúságú szerelvény átmegy a sínek előtt. Hogy segítsek egy kicsit, majdnem 9 kilométer hosszú ez a szerelvény. Ez felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Ha ebbe a 9 kilométer hosszú szerelvénybe állatokat terelnénk be, akkor 125 ezer juh méretű állat férne be. Ma úgy tudjuk a tudomány alapján, hogy 18 ezer órán lélegző emlős állatfaj van. 18 ezer ma. Ha mondjuk azt számoljuk, hogy az utóbbi 200-300 évben mondjuk megfeleződött, vagy megharmadolódott, akkor is, hogyha harmadolódjuk, akkor is 56 ezer állatfaj. 100, és azoknak csak a kisebbsége nagyobb, mint egy juh. Tehát felteszem a kérdést, beférne 20 ezer különböző állatfaj Noé bárkájába? Simán. És még nem is beszélek arról, hogy mi van akkor, hogyha nem felnőtt állatokat vitt be Isten, hanem kölyköket. Semmi kétség nincs arról, hogy a bárka elegendő méretű, alkalmas volt arra, hogy az akkor élő állatokból, amelyek a szárazföldiek és az orrukon veszik a levegőt, helyet kapjanak, meg a takarmány és a többi. Csak úgy adatképpen 14 ezer tonnányi élő anyag férhet be ebbe a raktárba. Felveszek egy nagyon egyszerű kérdést, nagyon szelíd próbálok lenni, de most lehet, hogy nem tudok annyira, mert engem az annyira megragad. Megkérdezem, hogy ha megnézzük a földgömböt, csak úgy, mint én, józan parasztésszel, elképzelhető, hogy ezen a földgömbön özönvíz volt valamikor? Mondjátok meg ti magatok. Nem kell, hogy válaszoljatok, csak nézzetek meg. Van olyan állapota a földgömbnek, most éppen nem úgy fog, hogyha úgy tartom, otthon próbáljátok ki, hogy csak vizet látok. És amikor csak vizet látok, és a másik oldalra megyek, ott sem csak föld van. Tehát, hogy a picikét úgy
elfelejtem azt, amit tanultam az iskolában, vagy amit a gimnáziumban, vagy az egyetemen, hogy evolúció volt, évmilliárdok, és a többi, és a többi. Akkor azt gondolom, hogy elég nagy alapunk lehet azt mondani, hogy valamikor a teljes föld felszín vízzel volt borítva. De menjünk tovább, tegyünk fel azért ennél tudományosabb kérdéseket is. Azt viszont minden tankönyvben, földrajzkönyvben tanuljuk, hogy a Föld, ugye látjátok, hogy több mint a fele a Földnek ebben a pillanatban vízzel borított. De amíg a szárazföld, amit látunk, a szárazföld 75%-a is úgynevezett üledékes, természetű talajból, kőzetből épül fel. Ugye a magyar szó üledékes azt jelenti, hogy az úgy jött, hogy leüllepedett valamiben valami. Ugye miben szokott valami leüllepedni? Vízben vagy a folyadékban. Tehát nem csak, hogy a víz, hanem a szárazföld 75%-a is ma minden tudós számára egyértelműen üledékes természetű. Aztán nincs rajta a szlájdon, de nem régen olvastam, a sivatagban, a hegy tetején találnak olyan állatcsont maradványokat, amelyek meglepőek, hogy mit keresnek ott. A legmeglepőbbek a bálna maradványok. A sivatagban bálva maradvány? Bálna maradvány? Magas hegyeken bálna maradványok? Mit keresnek ott a bálnák? Értjük, mit keresnek? Hát valamikor ott jártak, csak éppen a saját élő közegükben. A Szikláshegység Amerikában tele van megkövült rovarlelületekkel és trilobitákkal. Devonban 50.000 négyzetkilométeren találunk olyat, hogy a hal állomány, mint egy lepréselve, úgynevezett idegen szóval fosszília. Fosszíliával maradványá vált, ami csak úgy elképzelhető, hogyha valami nagyon gyors hatás érte őket, és nagyon gyorsan lettek lepréselve. Ugye a préselés azt jelenti, hogy valami nagy nyomás ér, és szinte összenyom. És amikor a föld mélyéről feljöttek a vizek, és a felségből pedig lehullottak a vizek, akkor óriási víztömeg zúdult, és nyomta össze az élőlényeket. Santa Barbarában van egy haltemető, 10 négyzetkilométer, 1 milliárd, nem tévedés, 1 milliárd 10-20 centiméter közötti hal lepréselve. Nem a tengerben, hanem a szárazföldön. Másik haltemetőben 2-2,5 méteres halak Diamondville-ben, ami most sarkvidéki éghajlatú. Gondoljátok el. És ott olyan élőlényeket, olyan növényeket találnak, mint például a pálmalevelek, amik a trópusi éghajlaton élnek. Úgy tűnik, hogy egy pillanat alatt ezek lesajtolódtak, és megmaradtak emlékenek egy óriási földet érintő katasztrófa után. Aztán egy híres könyv jelent meg, bizonyára már hallottatok rólam többször is erről, az a címe Tiltott Régészet. Tiltott Régészet, Forbidden Archaeology. Ez a könyv azért rázta meg a tudományos világot, mert két Stanfordi tudós, tehát nem kisebb diplomákkal, Stanfordi tudós nem csinált más. Azt mondták, nem akarunk vitatkozni evolúció vagy teremtés, csak annyit teszünk, hogy elmegyünk és felkutatjuk a régészeti ásatások vezetőinek naplóját, és megnézzük, hogy mi van a naplóban leírva. És akkor annak találtak, hogy nem tudom, 1956. február 12-e arany nyakláncot találtunk. De hát hol? Ott, amikor még a dinoszauruszok élnek. Egy másik bejegyzés, tű, méghozzá nagyon finoman kimunkált tű, akkor, amikor még csak több sejtőek élnének. Ezért mondja Forbidden Archaeology, tiltott régészet, ezek azok a leletek, amelyek szerepelnek a régészet vezető naplójában, de hogyha meg akarja őrizni a hitelességét, a doktori címét, ha szabad így mondanom, akkor ő nem közölhet butaságokat, olyanokat, ami nem illik bele az elfogadott mainstream tudományos fővonalba. És amikor mentem egyszer Biatorbágyra, mellettem ült egy régész, nagyon jól ismerik egymást, és szeretjük egymást, és mondom neki ezt, hogy hát olvastam ezt a Forbidden Archaeology-t, és hogy ez igaz, hogy ez így van. És akkor azt mondta, hogy hát persze, ő is, amikor az ELTE-n régészetet tanult, már végzős évesek voltak, nagyon jó tanul, és mondta, hogy az egyik professzor mondta neki, hogy gyere meg egy másik kollégájának, most megmutatom nektek, hogy mi van a raktárban. Mi van a raktárban? Magyarországi leletek, gondoljátok el. És kinyitott és mutatta. Itt van egy csak Pápua Új-Guineában használatos valamilyen eszköz.
Hogy került a vértesbe? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Itt van ez, itt van az. És mondja, hogy és akkor ezt miért nem publikáljuk? Hát nem akarom elveszteni a doktorimat. Úgy érezzem. Szóval forbidden archaeology, tiltott régészet, nyilván, amikor egy óriási katasztrófa történik, és az ember, meg a dinoszaurusz, meg a többi állatfaj, méghozzá az intelligens ember, aki ilyen bárkát tud építeni, az intelligens ember, aki azt mondja majd az özönvíz után, hogy építsünk egy nagy tornyot, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az esőnek az, a hatásmechanizmusa, és majd teszünk róla, hogy többet ne essen. Ilyen intelligenciával bíró emberek voltak. Na, ezeknek az alkotásai, amik egyszer ott vannak, az mind elpusztult, és ma ezeknek megvannak leletei. Ezt is sokan ismerik már, ez a földgömb fölülről nézve, az északi sarkról nézve, és ugye látjátok, hogy ott van az északi sark vidék, ami nyilván hideg és jeges. De nem mindenki tudja, hogy a piros és a sárga pöttyök vajon mit jelentenek. Ugye itt látszik az északi sarkkör, jól látható, itt van a jéghatár, ott vannak ezek a piros és sárga pöttyök. Ezek a piros és sárga pöttyök teljesen megdöbbentő leletek, 96 ezer, nem csak mamut van ott, hanem van ott orrszarvú rinoszérosz is. Azok az állatok, amelyek nyilván meleg éghajlathoz szoktak, orrszarvú például, és amikor nem egy-kettő, mondom, százezer nagyságrendű, és a meglepő, mert azt mondja valaki, persze Józsi, hát nem olvastad? Jégkorszak. Mindig volt jégkorszak, tudjuk, vannak ilyen rajzfilmek is. Jégkorszak 1, jégkorszak 2. Ott fagytak meg, a jégkorszak alatt fagytak meg, és azért vannak ott. Aztán lassan kezdett a felmelegedés jönni, az a szög ott nem stimmel, a nap hiába süt, az soha nem fog felolvadni, a többi meg felolvadt, aki felolvadt, ott szépen el is rohadtak, az nem olvadt föl, úgyhogy ott vannak a leletek. Ilyen egyszerű a magyarázat. El is fogadom. És ugye az előadás címe gondolkodj szabadon, és mindig üdvözölni kell, amikor valaki ellenérvet mond. Mert az csak az igazság jobb megértése fog segíteni. Na de mi dönti meg ezt az érvet, hogy igen, jégkorszak, és elolvad, stb. Stb. Gondoljátok el, ezeknek a rinocéroszoknak, orrszarvonnak a gyomrában találtak trópusi növényeket, trópusi gabonákat, és olyan, ami csak a trópusi éghajlatban él meg. Tehát nem lehetett az, hogy ők elindultak a meleg éghajlatban, és elkezdtek vándorolni, mert kezdett az időjárás romlani, elkezdtek fogyni. Ezek között dagadt disznók, akarom mondani, dagadt orrszarvúak voltak, és a hasuk tele trópusi növényel. Ez azt jelenti, hogy ők egy pillanat alatt kevesebb, mint az emésztési kör, mondjuk akkor legyen 2 nap, kevesebb, mint 2 nap alatt megfagytak, és ott maradtak. Ott mellett az a szibíriai erdő, azok hatalmas olyan fák, amelyek csak meleg éghajlatban nőnek meg. 10 000 négyzetkilométeren végig. Az ott élő halászemberek számára teljesen egyértelmű, hogy itt olyan maradványok vannak, hogy itt valaha meleg éghajlat volt. De ha lassan lett volna a kihűlés, ha nem gyorsan lett volna, akkor ezek szépen lassan megsemmisültek volna. Nézzük a következőt, itt van 2 példa belőle, nem akartam annak idején, mikor ezt a diát csináltam, már kb. 10 évvel ezelőtt részrehajló lenni. Van benne egy szovjet, vagy hát akkor még szovjet, és egy amerikai mamut, az egyik a Berezovka mamut. Szibériában találták 1901-ben, látjátok, hogy milyen jó állapotban megmaradt, a másik pedig egy ikertestvér, Dima és a társa, ők pedig amerikaiak, 1977-ben találták. Teljes valóságban, teljesen éppen, és benne a gyomrukban, amit mondtam, azok a táplálók, aminek lenni. Aztán, hogyha nem a leleteket nézzük, hanem a régészeti ásatásoknak a felismeréseit, akkor már múlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy megtalálták a sumér királyoknak a beszámolját, hogy melyik sumér király hogyan követte a másikat. A múlt alkalommal csak azért idéztem be, mert azt szerepelt, hogy ez a király ennyi 100 évig uralkodott, az a király annyi 100 évig, a harmadik ennyi 100 évig, tehát a sumérok is tudták azt, bár nem a Biblia, nem Mózes népe voltak, hogy bizony az elődeik több 100 éven keresztül éltek. De nem csak ezt tudjuk meg ezekről a leletekről, hanem azt is, hogy a sumérok is tudják azt, a Gilgamesh eposz 11. táblája meséli el, hogy van egy család, akit Isten figyelmeztetett arra, hogy özönvíz jön. Ez a család megépítette a bárkát, bevitte az állatokat,
kérték a madarak segítségét, hogy mikor lehet kimenni a bárkából, és amikor kijöttek, akkor hála áldozatot mutattak be. A kettőnek, a keresztény zsidó történésének és a Gilgamesh eposznak semmi köze nincs egymáshoz. De úgy tűnik, hogy mind a kettő ismeri ezt. De nem csak mind a kettő, hanem hogy az évek mennek előre, és egyre jobban ismerik a népek folklórját, azt lehet mondani, hogy szinte minden nép hagyományban szerepel az özönvíz tragédiája. És azt találta a Castens nevezetű kutató, hogy négy közös sajátsága van ezeknek a történeteknek. Az egyik, hogy az özönvíz oka mindig erkölcsi, a másik, hogy egy embert vagy néhány embert előre figyelmeztetnek, a harmadik, hogy csak néhányan élik túl, és nagy szerepe van a történetben az állatoknak. Noé története több mint 230 ilyen folklórikus történetben szerepel. Emlékeztek, mondtam azt, hogy azt tanítja a Biblia, hogy nem csak, hogy az eső esett le, hanem emellett a föld mélyéről is előtörtek a vizek. Vessünk egy pillantást erre a képre. Ez az amerikai tengerészeti központnak az egyik műholdról alkotott térképe. Úgy csinálták, hogy mintha el lenne szívva a víz, és látnánk a tengernek a mélyét is, tehát a tenger alatt lévő földet is. Ugye látjátok azt, hogy érdekes módon itt a tengerben egy ilyen alakú hegyvonulat fut, itt fut egy másik, szintén követi, és itt fut egy harmadik. Ami érdekes ebben a három hegyvonalatban, hogy teljesen pontosan leköveti a kontinensek határvonalát. Ugye nem meglepő? Az a tengerben lévő hegy, az mindig bazaltból van. Mind a három hegyvonalat bazaltból épül föl, ami pedig a kontinenseken van hegy, azok pedig gránitból épülnek fel. A kontinensen található hegyek gránitból vannak, az óceán mélyén található hegyvonalatok pedig bazaltból vannak. Azt mondja a geológiának egy a Bibliával párhuzamos ága, hogy annál a víztömegnél sokkal több víztömeg volt a gránit réteg alatt, az özönvíz előtti földben, ugye ez a gránit réteg. Itt látunk egy felszíni tavat vagy tengert, gránit réteg. A gránit alatt a földben lévő vizek, ez a szintje, és a földben lévő vizek alatt pedig ott van a bazalt réteg, és aztán megyünk tovább a központ felé. Ez a rétegződés mindenütt egységesen így van. Most nézzük meg, hogy mi történhetett, amikor a Biblia azt mondja, hogy egyszer csak előtörtek a föld mélyéből a vizek. A gránit réteg alatt lévő vizek feltörtek. Gondoljátok el, hogy ez a gránit réteg, kb. 10 km vastag, milyen borzasztó erővel nyomja az alatta lévő vízréteget. Elképzelhetetlen nyomás. És amikor ez a gránit réteg megrepett, akkor a repedésben óriási erővel, mint ahogy az a rugót is látjátok, ugye, hogy ha van valamilyen nyomás, és a nyomot felett végül kicsit széjjelebb megy, repedés kezdik, akkor a benne lévő víz óriási erővel körülbelül 15-30 km magasságig fellövelt, és amikor viszont fellövel, akkor mi történik? Az alatta lévő bazalt, amin eddig rajta volt a gránit, és rajta volt a víz, a nyomás csökken, ha a nyomás csökken, ugye eddig egyensúlyban voltak, akkor mi történik? Elkezd emelkedni. Vagyis létrejön az a hegyvonulat, amit láttok a kontinensek között. Az a hegyvonulat azért van mindig bazaltból, mert az a bazalt vízszintes volt, fölötte volt az ősi víz, ha szabad így fogalmaznom, fölötte pedig a gránit. A gránit megrepett, a megrepedés hatására kitört a víz, a nyomás csökkent, és a bazalt megemelkedett. De hogyha a bazalt megemelkedik, akkor mi történik? Akkor a fölötté lévő gránit elkezd csúszni a vízrétegen keresztül lefelé. És hogyha lapozunk, akkor látjátok, hogy az történik, hogy így létrejön az, amit ma látunk az óceán mélyén, és miért van az, hogy az összegyűrődött gránit réteg alkotja a kontinensek hegyeit, és a víz alatt lévő bazalt réteg alkotja a víz alatt lévő hegyeket. Ilyen egyszerű. Amit a Biblia mond, az mindig 100%-ig biztos.
Egy másik ábra, most már láthatjuk, hogy körülbelül hol lehetett az a repedés, és hogy hogyan jöttek létre a kontinensek. Ugye Isten nem úgy akarta azért, hogy teremt egy földet, és az a földnek a többsége víz, az ember számára nem lakható, hanem ő úgy teremtette, hogy nem voltak ilyen óceánok. Csak is a gránitréteg alatt volt a víz, várva arra, mert Isten ugye mindent előre tud, várva arra, hogy egyszer azt még fel kell használni arra, hogy az emberiséget megbüntesse. Péter apostol azt mondja, ma a tűz özön várakozik arra, hogy az emberiséget majd megbüntesse. És azt mondja, minden megég, a föld is, és a levegőig is. És csak azok élik túl, akiket Isten, mint ahogy Noé családját kiválaszt és elviszi magával. Menjünk tovább. Ebben már nem mennék nagyon bele, csak azt akartam megmutatni, hogy volt egy sokáig tankönyvekben is található Edward Ballard-től származó rajz, ami azt mutatta, hogy valaha a kontinensek így voltak együtt téve. Ez a rajz nem felel meg a valóságnak. Ezt ma már mindenki tudja, de még mindig egy-két tankönyve benne van. Nem lehet így összetenni a kontinenseket. A valóságnak azt felel meg, ahogy ezt az amerikai, nem a NASA, hanem a tengerészet is, ennek a térképe is jól mutatja, hogy ezek mentén, az óceánban húzódó hegyek mentén lehet a kontinensek határait odailleszteni. És onnan csúsztak le. És nem véletlen, hogy itt vannak a hegyek, ugye gránitból végig lehet látni. Tehát teljes mértékben megfelel annak, amit a Biblia mond, a föld mélyéből és az égből lezúdultak a vizek, és megtörtént azt, amit Noé átélt. Menjünk tovább egy kicsit, ugye fel kell tenni a kérdést, ha ennyire igaz a történet, és nagyon igaz, akkor hol van Noé bárkája? De ez nem volt egy pici építmény, hát valahol csak kell lennie, és a Biblia meg is mondja, hogy hol? Az Ararát hegyén kötött ki. Itt a térképen láthatjátok, hogy hol van, Törökországnál, és ott az alsó képen azt lehet látni, hogy a török állam berendezett egy ilyen Noé látogatóközpontot, mondván, hogy itt van a bárka, de az nem a bárka. Azt mindenki tudja, de hát a turisták nyilván mennek és fizetnek, és én is elmennék, hogyha lenne időm, megnézem. De még szívesebben elmennék az Ararátnak a hegyére megnézni a valódi bárkát. Az elmúlt időszakban, amióta történetírás van, itt a táblázatban most már elment az időnk, nem sorolom végig, de összeszedtem, és majd aki letölti, nézze meg részletesen, hogy kik számolnak be arról, hogy vagy látták a bárka maradványát, vagy beszámoltak nekik róla. Az én kedvencem, az kettő, meg is mutatom, melyik az a kettő. Itt van ő, aki az Ararátnak a lábánál élt, kisgyerek volt, és amikor nem volt ennyire hideg az idő, mint ami általában, és egy olvadás indult meg, akkor ő 10 évesen a nagybátyjával, nem keresztény, 10 éves korában felvittőt a nagybátyja, mutatta, hogy ide följártunk már, én is még a gyerek voltam, mert itt vannak azok az építmények, amik nagyon furcsák. És kérték, hogy rajzolja, hogy mit látott, lerajzolta. Utána a hazugságvizsgálógéppel is nézték, hogy vajon igazat mond, vagy nem mond igazat, a hazugságvizsgáló azt mondta, hogy igazat mond. Ez nem egy erős érv, de ez is egy érv, hogy egy szemtanú azt mondja, hogy a bárkát látta, különben ez a szemtanú most már hetednapi adventista, de hát ez egy más kérdés. Navarra a kedvencem, ő olyan, mint emlékeztek, van ez a milliárdos vállalkozó, aki a Virgin Records, meg a Virgin légitársaság, meg nem tudom minek a tulajdonosa, mi is a neve? Branson, köszönöm szépen, kiment a fejemből. De csak hasonlítom őt ehhez a Navarrahoz, aki egy olajmágnás volt. De hasonlóan ehhez a Bransonhoz, ő is úgy gondolta, hogy ezzel a sok pénzzel mit kéne kezdeni. És ő, mint ahogy Branson megszállottja volt annak, hogy repüljön, nem tudom, egy kabinban, fönt a föld körül, meg nem tudom, valamilyen léghajóval tegye meg a föld körül utat, stb. Hírre mindig legyőzték, mindig a második lett eddig. De azért biztos még készül egy újabbra. Navarra azt döntötte el, hogy ő, ha esik, ha fúj, mindenféleképpen meg fogja találni Noé bárkáját. És hát a fiával együtt föl is mentek. A fia meg is csinálta ezt a fekete-fehér filmet, akkor még ilyen felhúzós fekete-fehér filmet, meg lehet nézni a neten, keressétek majd meg, de amiért az egészet bevágtam ide, az, hogy Navarra hozott is magával gerendát arról az építményről. És anélkül, hogy megmondta volna, hogy honnan származik, ugye pénze volt dögivel, elküldte a különböző akkori tudományos központokba, hogy legyenek szívesek is, hogy ő szerintük
mennyi idős lehet ez a fa maradvány. És ott olvashatjátok, Párizsi intézet azt mondta, 5000 vagy 4500 éves, Madrid 5000 éves, Kairó 4-6000 éves közötti, Francia Bordóban valami ókori darab azt mondták, rádióaktív szénnevizet vizsgálatok szerint 1250-1700 éves. Tehát ilyen szórás valahol 5-6000 és 1200-1700 év közötti. Na most ezt biztosan mindenki tudja, hogy maga Noé története, maga a bárka, innen nézve visszaszámolva, körülbelül 4000 néhány száz éve épült. Elég jó, nem? Nekem tetszik. Menjünk tovább. Most már lassan elfáradtatok, de még kettőt engedjetek meg. Ez talán még a kedvenceim közé tartozik. Ki az, aki tud kínaiul? Pedig könnyű. Ide van írva. Láda, száj, 8. Láda, száj, 8. Ugye képírással írnak a kínaiak. Láda, száj, 8. 8 szájas láda. De hogy úgy mondjuk, hogy 8 fős láda, akkor már közel vagyunk, ugye? A kínai nem azt mondja, hogy hány fej, mi mondjuk azt, hogy 8 fő magyarok, hogy mennyi agya van. A kínai, hogy mennyi szája van, azt mind etetni kell. Tehát a 8 szájjal, vagyis a 8 emberrel rendelkező láda, megdöbbentő, nem? 8 személyes láda. A 8 személyes láda, ez a szó azt jelenti kínaiul, óceánjáróhajó. Elég jó? De nézzük még egy kis kínai nyelveckét. Azt mondja, ugye ember, emlékeztek száj. Emlékeztek, már most tudtok kínaiul, ugye? Száj, élő, és tehát ember, élő és por. Száj, ugye ember, élő és por. Ez jelenti azt, hogy alkotni valamit. És megalkotta Isten az embert a föld porából, lehelve bele az élet leheletét. A kínaiak nem keresztények, nem a Bibliát követik. Megdöbbentő, nem? Megalkotta az embert a föld porából, belelehelve az élet leheletét. Ezt jelenti kínai az, hogy create, alkotni, kreatívnak lenni. Következő, kívánság, hogy van kínaiul? Két fa, meg egy asszony. Valami visszajön a történetekből, mi volt a probléma? Megkívánta az asszony a két fa közül az egyik fán lévő gyümölcsöt. Ez a kívánság kínaiul. Két fa és egy asszony. Ez a másik, mi a szenvedés kínaiul? Két fa és egy férfi. Miért? Miért? Mert az asszony evett, és Ádám szenvedett. Ez a szenvedés. Két fa és a férfi. Azt mondta különben, azt mondta Isten Ádámnak, a férfinek, ott a két fa árnyékában, szabad ilyet mondanom, hogy majd szenvedéssel és fáradtsággal fogod enni a te kenyeredet. Ugye van érdekes? Aztán ez pedig kísértés, kínaiul, most már jól tudtok kínaiul, kísértés, két fa, ugye? Az ördög, és az ördög álcázva. Az ördög álcázva a két fa közelében, ez a kísértés. Mi történt a Bibliában? Az ördög kígyó képében álcázza magát az egyik fa közelében, ami fánőve azt mondta az asszonynak, nyugodtan egyél, engedj a kívánságodnak, és akkor majd jó lesz, a lét magasabb fokára jutsz. Na messze jutottunk, de csak azt akartam mondani, és ez nem is nagyon messzire, hogy szeretném, hogyha bíznátok a Biblia történeteiben. A Biblia nem egy mesekönyv, hanem a Bibliának minden sora, minden története, akár európai vagyok, akár kínai vagyok, arra mérget vehetek. Én arra szeretném benneteket, nem is tudom, indítani, szorgalmazni, hogy olvassátok. Lehet, hogy nehéz bizonyos része a Bibliának, de azokat a részeket, ami könnyebb, azokkal kezdjétek, gondolkozzatok rajta, és csak egyre ne gondoljatok, hogy nem igaz, hanem arra, hogyha igaz, akkor ez mit jelent nekem? És én biztos vagyok benne, mert saját magam is tapasztaltam, hogy az ember fiatalon elkezdi olvasni a Bibliát, akkor megtörténik vele az, amit csak Isten tud megtenni, hogy átalakít bennünket. Ha valaki jobb ember szeretne lenni, hogyha valaki, hogy is mondjam, igazabb, becsületesebb, vonzóbb személyiség szeretne lenni, csak egy dolgot kell tennie. A Bibliát kell olvasnia maga számára, és nézni az életére, hogyan hasson. Köszönöm szépen a figyelmeteket!